2022 nagyon nehéz volt mindenki számára, de mindenkinek csak a háborúban. Hogy is emlékszik vissza, hogyan zajlott az első pár hónap a háborúig? Hát igen, a 2022-es év úgy kezdődött, hogy tervekkel tele. Meg volt az első közgyűlésünk, terveztük az évet, a munkát az évre. És akkor ugye február 24-én hát megkezdődött a háború. Mondjuk úgy, hogy a terveink felét keresztül is húzta rögtön. Át kellett, hogy tervezzük az egész évet. Új kihívások jelentek meg, amivel hát mondjuk úgy, hogy tapasztalat hiány meg kellett próbálni megküzdenünk. És ugyanúgy folytattuk a munkát a képviselőkkel, de teljesen más célokat sajnos kellett kitűznünk, ami ugye abban nyilvánult meg, tehát a háború összes rossz dolgaival szembe kellett, hogy nézzünk. Félretettük azokat a terveket, amit beterveztünk, és olyan problémák jelentek meg, ugye, hogy legelőször is nagyon gyorsan meg kellett teremtsük a területvédelmi egységet, létre kellett hoznunk, utána az ellátásokat megszervezni, és ugye megjelentek az első áttelepültek, összehangolt munkát kellett, hogy kialakítsunk a kistérségekkel, mivel a kistérségeknek a feladata lett az, hogy elszállásolják az áttelepülteket, megszervezni a beköltöztetésüket iskolákba, óvodákba. Na és párhuzamosan rögtön kellett, hogy kezdjünk el foglalkozni a humanitárius segélyek megszervezésével. Mivel több ezer ember költözött be a beregszászi járásba, ez egy nagyon nagy munka volt, amit hál' Istennek mondjuk úgy, hogy összehangoltan meg tudtuk szervezni a kistérség vezetőivel. A járási tanács képviselői ezekből a munkákból szintű kivették a részüket, és mondhatom úgy, hogy a közigazgatás vezetőjével és a közigazgatással nagyon jó munkát tudtunk végezvinni, ami egyetértésbe folyt le, és az összehangolt munkának meg is volt a kellő eredménye. Ez az időszak mindenkit ráébresztett arra, hogy itt csak összhangban együttműködve tudunk dolgozni. Említette a kistérségi vezetőket, kistérségeket, de az adminisztrációnak a vezetőjét is, akár itt járási vagy megyei szinten. Hogyan értékelni ezt az összhangot, vagy ezt az egymásra utaltságot, egymás mellett dolgozást? Hát, hogyha most ezt olyan szemszögből nézzük, hogy megye, járás, járási tanács együttműködés, a kistérségek együttműködése, kifejezetten a beregszászi járásról beszélek, akkor tökéletes volt. Én úgy gondolom, hogy a megyéből is bármilyen kérdéssel folyamodtunk a kormányzóhoz, vagy a megyei tanács elnökeihez, rögtön reagáltak, rögtön, hát lehetőség szerint rögtön segítettek is. A beregszászi járás területén kettő város van. Van Beregszász és Nagyszőlős. Tehát mind a két városban nagyon sok áttelepült volt, akiket szintén kellett, hogy, tehát, hogy ellássunk. Ebben a munkába bekapcsolódottak Höt is, aki szintén, ugye ők a megyébe is dolgoztak a humanitárius segélyek megszervezésébe, amit ugye belső Ukrajnába kellett, hogy elküldjünk, de ugyanúgy kivette a részét a helyi menekültek ellátásában. A járás területén nagyon sok önkéntes jelentkezett, aki szintén segíteni akart a humanitárius segélyek szervezésében, szétosztásában. Mi, aki hozzánk fordult, mindenkinek segítettünk, és most október végén és december 6-án, amikor az önkéntesek napja volt, akkor nagyon sok dicsérőlevelet osztottunk ki nekik. Több mint 80 embert tüntettünk ki, akik teljesen kivették a részüket ebbe a munkába.
Nyilvánvalóan, hogy ön is elkezdte még a beszélgetést, hogy korábban is voltak terveik, amiket meg akartak valósítani. Ugye a járási tanácsnak az egyik kitűzött célja az elmúlt években, hogy egy kicsit a sportot felé lesz itt a beregszászi járásnak a területén. Ugye indítottak már focikupát, mezekkel támogatnak egy szervezetet, de ebben az évben több programot is sikerült elindítani partnerszervezetekkel. Hogyan is jöttek ezek? Hát ezek ugye a kadencia elején voltak ilyen terveink, nem csak a sporttal kapcsolatosan, hanem én még most is az egyik legfontosabb feladatomnak tartanám azt, hogy a járási tanács segítsen a kis térségeknek, akár investíciók behozatalával. Ugye 2021 őszén csináltunk is egy nagy nemzetközi fórumot, aminek akkor nagy sikere volt, több cég volt képviseltetve, tehát Magyarországról, Romániából, meg voltak hívva az önkormányzatok, hogy milyen közös pályázatokat tudtunk volna, európai pályázatokat együtt írni. Tehát ezeknek a, mondjuk úgy a forgatókönyve már előre le lett fektetve, de a háború keresztül húzta ezeket a terveket. Így aztán áttértünk ebbe az évbe azokra a tervekre, amit szerettünk volna megvalósítani a sporttal kapcsolatosan. Ugye meg 2021 év elején hát újra szerveztük mondjuk úgy a járási foci federációt, ami sikeresen meg is történt. Tudtunk ehhez pénzt kiutalni. Igen, megvettük a formákat, labdákat, hálókat a csapatoknak, és a 2021-es foci bajnokságot le is tudtuk vezetni sikeresen, és folytattuk tehát a 2022-ben is. 2022-ben a focival kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy végül is lezártuk az évet. Nagyon jó volt a nyár a gyerekeknek, mert a főiskola segítségével és a Génius Alapítvány segítségével egy nagyon sikeres nyári táborozást bonyolítottunk le Péterfalván, amit ezúton is köszönök nekik. Tehát megindítottuk a volt foci, volt jiu-jitsu és más ilyen, hát mondjuk úgy, nyári táboroztatás, amiben benne volt ugye tánc, rajz, költészet, stb. Tehát a nyár az mondjuk úgy, hogy elég sikeresen zajlott le a sporttal kapcsolatosan. A terveink igazából a kézilabdával kapcsolatosan azok szintén beindultak a nyár végén. Nem titok, hogy egy kézilabda akadémiát szeretnénk itt összehozni Beregszászon, ahol a kézilabdának nagyon nagy hagyományai vannak. Ezzel kapcsolatosan megtettük az első lépéseket, anyaországi finanszírozás által és a Génius Alapítvány szervezésével több iskolába beindítottuk a gyerekeknek akár aprókortól a kézilabdának az oktatását, amire felhívásunk alapján több mint 800 gyerek jelentkezett. A kézilabda finanszírozása 2023-ban is folytatódni fog, és én nagyon remélem, hogy ez egy nagyon sikeres projekt lesz. Ugye a háború folytán nagyon sok ember elköltözött Kárpátaljáról is. Nagyon sok ember beköltözött mondjuk így Kárpátaljára. De ezek az emberek általában ugye megviseltek a háborútól, és nem biztos az, hogy rögtön el szeretnének helyezkedni, munkát keresnének. Nem beszélve arról, hogy azok a gyárak, akik átköltöztek belső Ukrajnából ide Kárpátaljára, ezek specifikus gyárak, tehát itt olyan munkaerő kell, ami mondjuk úgy, hogy képzett munkaerő, amivel nálunk elég nagy a hiány. Tehát azok is, akik átköltöztek, varrodák, vagy akár más cégek, tehát küszködnek az ember hiánya, próbálnak onnan, ahonnan átköltöztek hozni ide munkásokat, főleg képzett munkásokat. Tehát sajnos mondjuk úgy, hogy ez a befektetési klíma most Kárpátalján hát elég nehéz helyzetben van. Tudjuk, hogy a kárpátalji emberek is nagyon sokan kikötöztek külföldre, munkaerőhiány az jelentős,
Hát itt csak bízni tudunk abban, hogy véget ér a háború, és akkor majd visszajönnek az emberek, és akkor újra kezdünk ezzel a kérdéssel foglalkozni, ami létfontosságú, mert a 10 kistérség közül 3-4 van, amelyek mondjuk úgy, hogy tud annyi pénzt keresni, hogy fejlesztésekre is tudjanak pénzt kiutalni. A többibe eléggé nehéz a helyzet. Tehát Kárpátalja, mivel határ menti nagyszülős, a Beregszászi járás, mivel hogy határmenti vidék, tehát itt egyértelmű, hogy a jövőt én abban látnám, hogy nagyon jó kapcsolatokat kellene ápolni a szomszédainkkal, akik már az Európai Unió tagja, és itt a pályázatokban látnák nagyon-nagyon nagy fantáziát. Tettünk ezekbe is lépéseket. Volt 2021-ben összehoztunk egy csapatot, akik a szatmáriakkal együtt dolgoztak, és akkor ismerkedtek a pályázati lehetőségekkel. Igen, meg kell még ezt is, hogy tanuljuk. Tehát azért nálunk ez még újdonság, de én akkor is nagy fantáziát látok benne. Ezek lehetnek akár infrastrukturális pályázatok, lehetnek akár befektetési pályázatok. Mindenféleképpen határmenti vidék vagyunk, és én ebben nagy fantáziát látok. Logisztikailag, akár a logisztikai infrastruktúrának a fejlesztése, ami egy határmenti járásnak nagyon fontos. Nem biztos, hogy abba kell gondolkodjunk, hogy gyárakat, üzemeket hozzunk be ide, azért, mert mint a világ, mint Európában, máshol is, nálunk is nagy az emberhiány, és főleg a fiatal emberek, akik képezhetőek lennének akár valamilyen, tehát ilyen ágazatban. Mit vár 2023-tól? Én 2023-tól a háború végét várnám, hogy térjünk vissza a békeidőkbe, és foglalkozzunk azzal, amit felvállaltunk. Köszönjük szépen a beszélgetést önnek!